A kikiáltási ár 28 millió forint volt, de több mint háromszorosáért kelt el a festmény. 95 millió, ha senki többet. Harmadszor, gratulálok! A híradó információi szerint négyen versengtek a magyar Mona Lisáért, de egyikük sem volt jelen a teremben. Gulácsi Lajos a 20. századi magyar művészet történet egyik legvarázslatosabb alakja. Eredeti, különc, izgalmas és nagyon könnyen szerethető. A régi instrumentumon játszó hölgy az 1910-es évek elején készült, és Gulácsi életművének ikonikus darabja. Először 1912-ben volt látható, a Rónai Dénes fotóművésznek a műtermében rendeztek egy kiállítást, és ez egy fordulópont volt Gulácsi Lajos életében, mert ez volt az első olyan kiállítása, ahol kizárólag az ő képei voltak láthatóak. Ez egy interiőr kiállítás volt, egy egészen újszerű bemutató, ugyanis Rónai Dénes műtermében voltak láthatóak a falakon Gulácsi Lajos képei, az ő kanapéjával, foteljével, székekkel, szekrényekkel, tehát pont azt a hatást szerették volna elérni, hogy milyen együtt élni Gulácsinak a képeivel, ezt szerették volna bemutatni, hogy milyen egy műgyűjtőnek az otthona. A látogatókat egy egészen különleges hangulat fogadta, hogyha betévedtek, félhomály és gyertyafény. Ezek mind az életmű legfontosabb, és a méretében is a legnagyobb darabjai. Soha később a Gulácsi nem festett már ekkora méretű képeket. Egy sorsfordító találkozásra is sor került ezen a kiállításon. Pontosan a mi képünk előtt találkozott és elegyedett beszédbe Gulácsi Lajos és Keleti Artúr költő, akik aztán később életre szóló barátságot kötöttek. Keleti Artúr Gulácsi Lajos élete végéig az egyik legbizalmasabb jó barátja volt, sokat utaztak is együtt. Rónai Dénes műterme után a képek tovább utaztak Szegedre, Békéscsabára, Orosházára és Temesvára, ahol nagyon nagy sikert arattak, és a képek jelentős részét megvásárolták, így aztán ezek a képek többet nem kerültek vissza Budapestre. Ezt a képet is Orosházán vásárolták meg, dr. Rajz Miklós orvos gyűjteményébe került, és egészen 2002-ig Orosházán őrizték ezt a képet. A szakma pedig úgy tudta, hogy ez a festmény megsemmisült a II. Világháborúban. Úgyhogy amikor előbukkant, hosszú-hosszú évtizedek után, az egy nagyon fontos pillanat volt. 2002-ben pedig a Virág Judit Galéria téli aukcióján került elő ez a festmény, és 95 millió forintért kelt el, ami akkori viszonyok között az egyik legdrágábban eladott kép volt. Gulácsi Lajost mindig érdekelték a régi és az új közötti határok. Régi korok művészetét élte újra. A művészetében is és az írásaiban is foglalkoztatta a reneszánsz és a középkor. Szeretett is felvenni régi jelmezeket, és ebben fotózta le magát. Hárfa az egyik legősibb hangszer, a görög múzsáknak az attribútuma, de az elmúlt évszázadokban is nagyon sok példát találunk rá az európai művészetben. Gulácsi Lajos hárfázó nője azonban nem egy konkrét személy, inkább egy hangulatot mesél el. Gulácsi Lajos vallomása ez tulajdonképpen a művészetről, a természet, a zene és a szépség egységéről.